Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Samári és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megálltak és jó hangosan kérték. Jézus, Mester, könyörül rajtunk. Ő rájuk tekintett és így szólt hozzájuk. Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette egy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsítette az Istent, és arca hálát adott neki. Ez Szamariai volt. Jézus megkérdezte, nem tizen voltak, akik megtisztultak? Hát a kilenc hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek. Aztán hozzáfordult. Kelj fel és menj, hited meggyógyított. Mai mottunk, hát akkor a kilenc hol maradt? Hát a kilenc hol maradt? Amíg a kor egyenlővé tette őket, nem volt különbség köztük sem reményben, sem hagyománytiszteletben, sem szándékban, hogy mit kérjenek, mit tegyenek. Mind mesterüknek mondták Jézust, és mind a tizen tőle várták a gyógyulást. Egyforma hangosan kérlelték, ugyanazok szavakkal, Mester, könyörül És Jézus is elfogadta a közösségnek a tizet egyformán tekintett rájuk, és ugyanazt az utasítást adta nekik. Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És főleg egyszerre gyógyultak meg, útközben. Ekkor azonban elváltak útjaik. Eddig egyek voltak a közös bajban. Nem számított, hogy egyikük más felekezethez tartozott. Most, hogy meggyógyultak, hirtelen jelentett ez valamit, hogy egyik kétszeresen kitaszított volt, leprás és szamáriai. Most hirtelen ez az egy magára maradt. A kilenc pedig engedelmeskedett Jézus utasításának, ment a papokhoz, hogy vallásuk előírta. A szamáriaira a vallási parancs nem vonatkozott. És lám, így lett az új parancs, az új törvény tanúja, az irgalomé, a háláé, megtért.